Szekszárd megyei jogúváros önkormányzatának támogatásával és szervezésével jött létre a rendezvény. Gyurkovics János alpolgármester elmondta, 5 év után újra lehetőség nyílt a mesefesztivál lebonyolítására. Mivel nagyon sikeres volt a legutolsó is, és hát úgy döntött a város és a Babits Művelődési Központ, hogy ismételten legyen megrendezve. Hát itt a sajtótájékoztatón hallottuk, hogy nagyon-nagyon sok programmal, és hát itt említettük is, hogy egyikből ki a másikba be, gyakorlatilag a Pünkösdi Fesztiválnak a idézőjelbe tart, mondva legnagyobb tisztelettel a romeltakarítás, és készülünk a jövő hét, vagy hát a most a hétvégi mesefesztiválra is. Tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítanak itt a családoknak, gyerekeknek. Én örülök neki. Berlinger Attila, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója számolt be a programokról. A Hári János Mesefesztivál hagyományosan mindig a gyermeknap köré települ. Egy kétnapos, hétvégi, nagyon gazdag programkínálat fogja várni az ide látogatókat. Több mint 30 programelem a Babits Mihály Kulturális Központ környékén, a 160 lakásos előtti megújult téren, a Művészetek Háza előtt, a Vosinszky Múzeum és a négysávos út közötti füves területeken, akik emlékeznek hosszú évekkel ezelőtt, nagyjából ugyanazon a területen belül valósulhatnak meg. Színházi előadásokkal és programokkal is várják az érdeklődőket. Kicsi Gesztenye Klub újra érkezik Liza születésnapjával, de azt hiszem, aki a szabadtéri programokon részt vesz, az este szombaton egy olyan csodát láthat majd, ami szívünkhez nagyon közel álló. Egy rajzpályázatot írtunk ki korábban, idén a tematika a mese állatmesék köré települ. Rengeteg iskola, rengeteg nem csak szekszárdi, hanem környező településekről beérkező pályaművet is értékeltünk, és este 8:30-kor a Művészetek Háza falán ezek a rajzok, ezek a pályaművek megelevelednek egy fényfestés kapcsán. Azt is meg tudták oldani kiváló kollégáim, hogy a most napokban zajló 53. Tolna vármegyei rajzpályázat díjnyertes pályamunkái is kivetítésre kerülnek, úgyhogy minden családot és minden résztvevő gyermeket, felkészítő pedagógust várunk erre az esti eseményre. Az ugrálóvárak és a Kicsi Gesztenye Klub programja díj, illetve belépő megfizetésével látogatható. Minden további előadás és produkció ingyenes. A közlekedés zavartalansága érdekében az utakat nem fogják lezárni. Május 26-án vasárnap koszorúzással tisztelegnek a Magyar Hősök Emléknapja alkalmából.